Kezdődik az egyenes beszéd. Köszöntöm Önöket, jó estét kívánok. Ezt az adást felvételről láthatják. A stúdióban itt van már Schiffer András ügyvéd és Vona Gábor, a második reformkor alapítvány vezetője. Jó estét. Jó estét. Egy éve voltak a választások, de nyilván most már nem azt kérem, hogy arról beszéltek, hogy mi volt akkor, hanem mi történt azóta, mert hogy valahol pont fél időben vagyunk, ugye a másik választás előtt nem fél időben vagyunk. Hát egy picit lehet, hogy előbb, de majdnem. Szóval, hogy mi történt azóta a belpolitikában, vagy történt-e egyáltalán valami, hiszen mondjuk, ha ma lennének a választások, akkor a Fidesz valószínűleg hasonló eredményt érne el, mint tavaly ilyenkor. Hát valami mindig történik. A kérdés az, hogy sikerül-e kiválasztani a sok valami közül azt, ami a legjelentőségtelibb, vagy a legfontosabb. Ha meg kéne határoznom, hogy mik a legfontosabb tendenciák ma a magyar belpolitikában, akkor az egyik az mindenképpen az lenne, hogy a kormány, a NER, az nem az ellenzékkel, hanem a külpolitikai és gazdasági kihívásokkal küzdött ebben az elmúlt egy évben. A másik fontos folyamat szerintem, hogy az ellenzék az még továbbra sem találta meg, vagy talált ki abból a pofonból, amit tavaly kapott áprilisban az országgyűlési választásokon, miközben azért tényleg egyre inkább közelítünk a jövő évi választásokhoz, ahol két eltérő logika mentén kellene megfelelni az ellenzéknek. Ugye egyrészt az európai parlamenti választás egy ki elleni mérkőzést jósol be, ott meg kéne mutatni mindenkinek, hogy erősebb vagy gyengébb a másiknál. Az önkormányzati meg inkább az összefogás felé terelheti a pártokat, és egyelőre még nem látom, hogy ez ügyben lenne valami konkrét stratégia közöttük. Beszélünk mindjárt külön egyébként, bocsánat, hogy megszakítalak, az ellenzékről is és a Fideszről is, vagy a kormánypártokról. Egy picit maradjunk még a kormánypártoknál. Ugye mi az oka annak, hogy ahogy itt a kollégámat hallottuk az előbb, bár a Fidesz vesztett szavazókat a kutatások szerint, de azért még mindig ők nyernének, és megállt a lemorzsolódás. Ugye? Nagyon sok elemző azt mondta, hogy 22-t az, hogy a Fidesz úgy nyerte meg, ahogy nyert, a háború volt az oka, és sok egy picit beszéljünk a háborúról, mert a háború még azóta is tart. Ezt hogy látod? Hát először is én azzal nagyon óvatos lennék, hogy lemorzsolódás van, elfordultak egyik-másik pártól választás után, mert azért, hogyha 90 óta nézzük a különböző görbéket, az teljesen természetes, hogy két parlamenti választás közötti időszakban, főleg már jókora távolság, egyéves távolságra az előzőtől, de még messzibe van a következő parlamenti választás, megszaporodnak azok a választók, akik nem elkötelezettek. Pontosan arról szokott szólni egy választási kampány finise, hogy az, aki vélhetően be is húzza a parlamenti választást, az az utolsó hetekben, napokban mobilizálja azokat, akik jó három és fél éven keresztül azt mondták magukról, hogy nekünk elegünk van az összesből. De ezt csak arra mondom, hogy ebben önmagában nincsen semmi látnivaló. Látnivaló vagy meglepetés, mert nem inkább ott van, hogy talán mindenki számíthatott még nagyobb lemorzsolódásra. Én a kérdést inkább úgy tenném fel. Inkább arról van szó, hogy talán 2010 óta először, és azért mondom, hogy talán, mert ugye azért a Covid lezárás is okozott egy jókora társadalmi traumát, de most az infláció mindenképpen egy olyan egzisztenciális válságot idéz elő, amit minden kormánypropaganda plakátkampány dacára sem lehet pusztán külső tényezőkre fogni. Az, hogy ebből nem tud kapitalizálni az ellenzék, ez egy eléggé kemény bizonyítvány, és ha már a háborút szóba hoztad. Ugye én csak annyit mondanék, hogy az elmúlt 2-3 évben, tehát már bőven 22. április 3-a előtti időszakot is értem, két nagy megrázkódtatás ért bennünket, magyarokat, de nem csak bennünket, magyarokat, az egész kontinens, vagy talán nem túlzok, az egész világot. Az egyik a lezárások, a pandémiás időszak, a másik pedig az ukrajnai háború. És amikor van két ilyen nagy történet, ami sorsfordító, most mindenféle pátosz nélkül az egész világ történetében, akkor ezzel kapcsolatban, ha nincs egy ellenzéki kihívónak világos, átélhető, koherens, nem azt mondtam, hogy igaz, vagy számra szimpatikus, de egy világos, átélhető narratívája, nem tudom, messzebb elbeszélése, alternatívát akkor, nem tudom mondani. Akkor,
akkor vesztésre van ítélve. És az a helyzet, hogy ellenzéki oldalon egyetlen szereplő van, amelyiknek mind a Covid-dal, korlátozás vakcina politikával, mind az ukrajnai háborúval kapcsolatban világos egyértelmű álláspontja van, ez a mi hazánk. Visszatérve a Fideszre, egyetértesz abban, hogy ez a Fidesz sikere? Tehát ugye én azt mondtam, hogy inkább úgy tenném fel a kérdést, hogy nagyon sokan azt gondolták, hogy akkora az infláció, és olyan nagy baj van a gazdaságban, és itt volt a tél, és sokkal nagyobbak voltak a számlák, mint előtte, holott a Fidesz azt ígérte, hogy megvédi a rezsicsökkent, és most nem sorolom fel az összes kampányígéretet. Mégis a kutatások azt mutatják, hogy az a fajta lemorzsolódás is megállt mostanra, ami elkezdődött az elmúlt egy évben. Nyilván abban nagyon nagy igazság van, hogyha nincs alternatíva, sőt, az alternatíva az emberek egy jelentős részének a fejében úgy jelenik meg, hogy ha ők jönnének, még talán még ennél is rosszabb helyzet alakulhat ki, akkor az persze, hogy megállít mindenféle lemorzsolódást, vagy a politikai erodációját a kormánypártoknak. Én annyiból lennék egy picit megértőbb az ellenzéki pártokkal, hogy azért az áprilisi vereség, a tavaly áprilisi vereség az akkora volt, és ugye ott az ellenzéknek lényegében az utolsó története volt az összefogás. Hiszen hosszú idő óta nem sikerült megszorítani sem a Fideszt, és az volt a narratíva, hogy talán majd az összefogással sikerül, ez megszűnt, és most nincs egyéb alternatíva, nincs egyéb narratíva, sem nincs történet, hogy az ellenzék mit is akar pontosan, és szerintem jelen pillanatban az ellenzéket nem a kormány viszonylatában kell értékelni. Tehát én nem is várnám el jelen állapotában az ellenzéktől, hogy kihívást intézzen a NER-hez. És az ellenzéki pártok sem hiszem, hogy amikor maguk között vannak, vagy akár a saját kis think tankjeikkel beszélgetnek, arról ábrándoznak, hogy hogyan fogjuk leváltani a kormányt. Ha az ellenzéket meg akarjuk érteni, akkor egymással szemben kell őket megérteni. Itt most lényegében egy hegylakó játszma zajlódik, és ennek az összefogás pártjain belül a Momentum és a DK a két legerősebb szereplője, ők próbálnak gravitálni másokat, és van két összefogáson kívüli úgymond alternatíva, az András által említett Mi Hazánk, és én a kutyapártot is idehoznám, mert azon nem kevés ember számára Magyarországon, akik sem a kormánypártra, sem az ellenzékre nem szavaznának, és a Mi Hazánk pedig politikailag nem vállalható nekik, azoknak a protest szavazataim a kutyapártnál kötnek ki. Ha maradjunk az ellenzéknél, de azért még egy picit vissza szeretnék térni később a Fideszre és a külpolitikára is. Mik voltak azok a topikok, amiket kihagyott az ellenzék, vagy lehetett volna az elmúlt egy évben használni? Volt egy a háború, amit mondtam, volt az akkumulátorgyárak, ugye azért elindult egy tiltakozás hullám, hogyha a pedagógusokra gondoltok, vagy az orvosokra, hogyha gondoltok. Ezek olyanok voltak-e, kihagyott-e itt, hibázott-e valamit az ellenzék, vagy nem? Hát önmagában például az akkumulátorgyárak ugye az egy nagyon fontos téma, és ott több ellenzéki párt is időlegesen jó ütemben mozdult rá, úgymond a témára, tehát Debrecenben az LMP, Jobbik, talán még a Momentum is ott viszonylag jó érzékkel mozdultak rá erre a történetre, csak pont arra szerettem volna rávilágítani, hogy hiába van egy-egy jól kiválasztott, szimbolikus, tehát a rendszer, a kormánypolitika egészét szimbolizáló téma, az akkumulátorgyárak ügye, és az egész hisztéria az akkumulátorgyár nagyhatalom körül a kormány részről ez ilyen, ha ez nem ágyazódik be egy koherens narratívában, amiben mondunk valamit a háborúról, mondunk valamit a pandémiáról, vakcinapolitikáról, az inflációról, akkor ez üresbe megy. Emberek fölkapják a fejüket, hogy hú, ez tényleg borzasztó, ez nagyon nem helyes, hogy az Orbán ezt csinálja, majd ha eljön az igazság pillanat, az szépen leszavaznak Orbán Viktorra. Tehát, hogyha ezt nem sikerül hozzáépíteni, nem sikerül az összefüggéseket megtalálni, és én ebben említettem a Mi Hazánkot, hogy a Mi Hazánk ebben jár előbbre a többi ellenzéki pártnál, hogy megtalálja a kapcsolatot az akkumulátorgyár, a különböző globális összefüggések, az infláció és a többi és a többi között, akkor ezek üresbe mennek. Ami egy nagyon komoly kihagyott zicser, az bármennyire meglepően hangzik, az az infláció. Mert nem elég azt mondani, hogy a kormány rosszul kormányoz, és mindenféle csúfságokat mondani a miniszterelnökre, pénzügyminiszterre, rávilágítani arra, hogy mi az inflációnak az igazi belső oka. Ez nem pusztán a Matolcsi Orbán küzdelem, hanem az, hogy az elmúlt 13 évben elvesztegette az időt a kormány, hogy az ország termelő kapacitásait megerősítse, hogy a szélsőséges kitettségét csökkentse, és ezért minket, magyarokat sokkal jobban sújtanak az ellátási láncok zavarai, az árak emelkedése a világpiacon. Erről gyakorlatilag nem beszélnek az ellenzék. Ugye itt mindig kérdés, hogy van-e felület, hogy beszéljenek erről. Itt az ATV-ben nagyon sokat beszélnek egyébként erről, amikor megkérdezik, hogy lehetne megoldani az inflációt, most akkor egy csomó dolgot felsorolnak, hogy mit kellene tenni, de ezt akkor kevésnek tartom. Erre én azt tudom mondani, hogy ha
a 0-24-es korrupciózás helyett, ami ki lett próbálva 18 és 22 között, és az ismert eredményt hozta. Annak akár csak a negyedében az infláció mély okairól, amiért egyértelműen Orbán Viktor és kormányzással felelős beszélnének, lehet, hogy már előbbre tartanának az emberek lelkének megnyerése terén. Én nem keresném szintén a kihagyott zicsereket vagy a topikokat, mert is úgy látom, hogy itt a mély struktúra hiányzik. Tehát mindaddig, amíg az a történet nem áll össze, hogy az ellenzék bármelyik pártja honnan jön, mit képvisel most és hová tart, addig ezek olyanok, mintha szóvá tennénk, hogy még a fürdőszobában nincs felszerelve a zuhanyzó, de közben még az alap nincs lerakva a házban. Tehát itt én azt gondolom, hogy és ezt nem bántásból mondom az ellenzéki nézőknek, szeretném mondani, hanem inkább értett haragszomként, tehát hogy én nem várnám el most az ellenzéki pártoktól, még egyszer mondom, hogy kihívják a NERT. Én az ellenzéki pártoknak azt javasolnám, hogy most építkezzenek, gondolkodjanak, nem most kell nekik a legjobb formájukat hozni, mert hogyha most megint ugyanazt akarják imitálni, amit jó pár éve imitálnak, hogy így ilyen kard ki kard, mi most leváltjuk a NERT, az egy hazugság. Jelen pillanatban az ellenzék nincs abban az állapotban, hogy kihívást intézzen, és hogyha mégis mindenképpen kell valami kihagyott topikot mondani, akkor én a külpolitikát idehoznám. Ugyanis a külpolitikában szerintem, a külpolitikai kérdésben nagyon jól kirajzolódik az, ami egyébként minden más kérdésben is, hogy az ellenzék álláspontját azt Orbán Viktor határozza meg. Orbán Viktor mond valamit, és akkor az ellenzék azt mondja, hogy akkor nekünk végül is nem kell más mondani, csak annak a szöges ellenkezőjét, és olyan üdítő lenne, meg olyan intellektuálisan olyan simogató lenne az érzés, hogyha azt hallanánk, hogy valaki egy picit próbálja a világ komplexitását is elénk tárni, és nem nézi a szavazópolgárt hülyének. Lehet, hogy menten vissza is vonom az előbbi kritikáimat az ellenzéki pártok felé. Tudnélék, arról van szó, hogy ha visszamegyünk az időbe 2006-ra, 2006-ban a Gyurcsány csomag bejelentése, a vízidi kórházi napidi, tehát az egészségügyi úgynevezett reformoknak a bejelentése sokként érte Magyarországot, jött augusztus 20-i katasztrófa, jött az elkurtuk nap, a rendőrterör és a többi. És hogyha visszaemlékszünk szeptember végén, október elején az önkormányzati választások idején, ugye az önkormányzati választásokat talán a Fidesz behúzta 2006-ban, de valójában a Magyar Szocialista Párt az összödi beszéd nyilvánosságra hozatala után sem omlott össze. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy egy választási évben, vagy a választást követő egy éven belül bármilyen katasztrofális is a kormányzás, bármilyen sok kis éri a társadalmat, azt önmagában még a kormányzó párt tudja menedzselni. Tehát még egyszer, a 2010-es földrengésszerű Fidesz győzelem az nem mutatkozott meg még 2006 őszén, jól lehet az igazi sok, akkor érte Magyarországot. Tehát annyiban a Gábornak igazat kell adjak, hogy tulajdonképpen majdhogy nem mindegy is, hogy az első egy évben milyen zicsereket hagy ki az ellenzék, meg mit csinál jó-rosszul a kormánypárt, sokkal fontosabb lenne, és ebben viszont én szkeptikus vagyok, hogy ez halad-e, hogy az ellenzék a mély struktúráit, és itt most nem csak a tudásra gondolok, hanem a területi szervezettségét is megpróbálja megerősíteni, kiépíteni, mert az igazság pillanata az, amikor fél időben jön el, és most nem feltétlenül az önkormányzati EP választások eredményére akarok mindent feltenni, de itt az igazi nagy kérdések, és ez így volt 2006 és 10 között, a második fél időben dőlnek el. A külpolitikát illetően azért egy dologban én polemizálnék a Gáborral, nem nagyobb a baj annál, mint hogy az ellenzék külpolitikai álláspontját, háborúról alkotott álláspontját Orbán Viktor határozná meg. Olyan szinten van ma az ellenzék, a Mi Hazánkon kívüli parlamenti ellenzéknek a külpolitikai kommunikációja, ami gyakorlatilag egy mondatban összefoglalható, hogy amit a nyugat mond és a nyugat akar, az jó, minden más rossz. Na most ez biztos, hogy egy tartatatlan álláspont. Egy utolsó gondolat, Gábor, és ha megenged, akkor arról kérlek, ne az ellenzék külpolitikáról beszél, hanem... Nem is arról szerettem. Akkor kitaláltam a gondolatodat, hanem a kormánypártéről, mert hogy jelen pillanatban lehet, hogy az sokkal fontosabb. Hogy látod ezt most? Tényleg pár gondolatra maradt már ide. Pont ezt akartam előhozni, hogy közben azért látszódnak azok a jelek, amire a következő években, akár 2026 felé tekintve lehet építkeznie az ellenzéknek. És az egyik ilyen pont az a külpolitika, mert az tagadhatatlan, hogy a kormány, ha nem is nemzetközileg, de az euróatlanti régióban teljes mértékben elszigetelődik.
tényleg olyan páriává vált most már a Fidesz kormány Nyugat-Európában, vagy a nyugati világban, amit nem látok reparálhatónak. Nyilván egy amerikai választásnak a esetleges eredménye hozhat változást, de én azt látom, hogy Orbán Viktort nem is Oroszország szempontjából kell megérteni. Ugye mindenki Putyin pincsiekének, nem tudom milyen jelzőkkel próbálja megérteni, és ebben egyébként van is sok szempontból igazság, mert van valamilyen gyanús elköteleződés Oroszország irányába, de, és akkor itt a lényeg, Orbán Viktort Kína irányából lehet megérteni, és az akkumulátorgyárat is Kína irányából lehet megérteni, és ezt az egész fura Fudán meg Belgrád vasút ügyeket Kína irányából lehet megérteni, és Orbán Viktor beleszorult abba a helyzetbe, hogy ő Európában az egy út, egy övezet kínai külpolitikai stratégia támogatója lett, ami viszont Amerikának és az euróatlanti régió nagy részének nagyon nem tetszik. Köszönöm, hogy itt voltatok, és mivel mondtam, hogy felvétel, ezért boldog ünnepeket, mert még előtte vagyunk. Köszönöm. Köszönjük, viszont kívánok.